nem vitatott, hogy a katasztrófavédelmi törvény szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselőtestületének feladat és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ez pedig nem a polgármester döntésétől függ, hanem a törvény határozza meg, ismertette a polgármesteri hivatal álláspontját Molnár Kata jegyző. A törvénynek korlátai is vannak. Nem hozhat döntést a polgármester intézmény átszervezésről, megszüntetésről, ellátási és szolgáltatási körzetekről. Korlát továbbá jó hiszeműség és a társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elve, ezek alapján a szükségesség és arányosság követelményeinek megfelelően kell dönteni, ezért a jegyző úgy rendelkezett, hogy minden egyes döntéshez veszélyhelyzeti indoklás készül. Döntést tehát a közgyűlés nem tud hozni, mert veszélyhelyzetben nincsen döntési joga. Arról tud szavazni, hogy véleményezi az itt előterjesztett döntési javaslatát a polgármester úrnak. A képviselők elsőként beszámolót hallhattak a koronavírus helyzettel kapcsolatban eddig meghozott döntésekről. A polgármester elmondta, az eddig ismertetett intézkedéseken felül bezárják a szekszárdi piacot. A boltok nyitva lehetnek, de az árusokat nem fogadják. Mint új döntés, valóban a piaccal kapcsolatban kellett meghoznom, hiszen ott nem tudjuk elkerülni a személyes kontaktot, és én azt gondolom, hogy ennek a legjobb megoldása az, hogy bezárjuk a piac teret addig, ameddig feloldás nem születik. Ez az üzleteket nem érinti, tehát azok fognak működni, csak magát a szigorúan vett piacot. Az is várható, hogy kevesebb helyi járat közlekedik majd a megyeszékhelyen. Kértük már a volántól a járatok ritkítását, hiszen nincs tanítás, kevesebb gyerek is jár, tehát én azt gondolom, hogy kevesebb busszal, kevesebb járattal ezt meg lehet oldani, illetve azt kértük, hogy napközben többször munkaidő végére mindenképpen a buszokat feltöltenítsék le, hiszen így a fogódzókon keresztül, vagy bármilyen közös tárgyon keresztül tovább tud elérni a fertőződés. A városban működő gyógyszertárak képviselőivel is találkozott a polgármester. Azt mondja, nincs az átlagosnál nagyobb fennakadás, nem kezdtek pánikszerű gyógyszerfelvásárlásba az emberek. Nagyobb gond az, hogy nagyon sok idős megy le gyógyszertárakba, és most óhatatlanul ugye úgy működik a rendszer, hogy az épületbe csak annyian mehetnek be, ahány ablak, kiszolgáló ablak van, többieknek kint kell állni, és általában az idősek ugye ilyenkor érintkeznek az ott várakozókkal, és ők a legveszélyeztetett korosztály. Tehát azt kértük, hogyha lehet, akkor ne menjenek egy gyógyszert vásárolni, hanem bízzanak meg vele a családból valakit, fiatalokat. Sokkal lazább a gyógyszerek kiadása, tehát bárki barát, családtag el tudja vinni, hogyha tudja igazolni a tajszámot, illetve a személyazonosságát. Az orvosokkal is találkozik majd Ács Rezső. Tőlük azt kéri, hogy egyszerre csak 3 havi gyógyszert írjanak fel a betegeknek. Ők pedig fogadják el, ha a gyógyszerész ugyanolyan hatóanyagtartalmú, de más nevű gyógyszert kínál. A közgyűlésen több a veszélyhelyzethez nem kapcsolódó, de sürgető döntésről tárgyaltak a képviselők. Ilyen volt az USZODA, a Modern Városok programban a szálloda és a szakképzési centrum programjával kapcsolatban egy ingatlan megvásárlása. Ezeket az Éjjel-Szekszárd frakció képviselői nem támogatták. Parázsvita alakult ki több kérdésben is, hogy a képviselők elmondhassák a véleményüket. Ez egyfajta javaslat, amelyet én mondom még egyszer a döntésemnél majd figyelembe fogok venni. A városi bizottságok továbbra is ülésezhetnek, és javaslatokat tehetnek a polgármesternek a döntései meghozatalához.